Sziasztok, ez itt a Semleges Térfél, Kolárik Józseffel. És Fürje Szabolcsal. A mai témánk pedig igazából kettő lesz, méghozzá az egyik, az Marco Rossi lesz egy kicsit kifejtősebben, ugyanis felvetődött az, hogy érkeznek folyamatosan hozzá ajánlatok többek között arab országokból. Márpedig, ha ez így van, az azt jelenti, hogy biztos csinos dollárkötekeket tudnak mutogatni neki. Ezért úgy gondoltuk, hogy ide lesz áttekinteni a tevékenységét. Mi persze szeretnénk, ha maradna, tehát ez nem egy ilyen búcsú a részünkről. Hát csak, hogyha most már olyan szinten fölmerült, hogy lehet, hogy ő bántónak érez néhány kritikát, ami tehát kritikának akkor nevezném, hogyha tehát volna alapja. Tehát szerintem az utóbbi évtizedek legsikeresebb szövetségkapitányán méltánytalanul támadják néhányan, szerintem, meg okosabbak nála, csak akkor így az a dolog, hogy ezek az emberek ugye felelősség nélkül tudnak utasításokat, illetve tanácsokat adni Rossinak, és tehát akkor miért nem ők ülnek ebbe a pozícióba, vagy miért nem ők pályázzák meg ezt a pozíciót, nem is értem. Hát igen, a legutóbbi alkalom az volt, amikor tulajdonképpen Rossi kikérte magának, hogy nehogy már ő idióta legyen, mert hogy ő egyébként biztos nem ért hozzá, majd hozzátette, hogy azért hogy tudja már ő úgy, hogy az ő hozzáértése magasabb, mint a, ha jól emlékszem, a Péket, illetve a YouTubert hozta föl. Hentest. A hentes alatt értsük azt, hogy akinek tökéletesen más a foglalkozása, és abban egyébként nyilvánvalóan szakmája egyik legjobbja, de nem feltétlenül a labdarúgás ez a szakma. A másik pedig akár konkrét személyek is lehetnek, mi most erre nem térünk ki, de tény, hogy voltak olyan youtuberek és olyan megszólalásaik, amelyek elég komoly kritikával illették Marco Rossit. Nevezetesen és leginkább a kiválasztási jellegű dolgaival kapcsolatban. Na most én utána néztem, 1908, illetve 12 a két első évszám, amikor az újságok felvetették, hogy az aktuális szövetségi kapitány kiválasztási rendszere az nem megfelelő, és utána, aztán, hogyha végigmegyünk az évek során, gyakorlatilag nem volt olyan év a magyar futball történelmében, amikor ez ne került volna szóba. Tehát ez nem egy új keletű dolog, ezt pontosan tudjuk, és nem Marco Rossira vannak kihegyezve ezek a fajta kritikák. Egy valamit, bocsáss meg, közbevágok, csak főleg a háború előtt, illetve a háború után mondjuk egy ilyen másfél évtizedig, viszont ezeknek a kritikáknak volt szakmai alapja. Isten igazából olyan újságírók fogalmazták ezt meg, akik maguk tettek hozzá a labdarúgáshoz, például Feleki László, aki az MV rendszer, egy VM rendszer kialakításában azért vezér szerepet vállalt, de ezek a kritikák nem bántóak voltak, hanem egyszerű kérdéseket tettek föl, és szakmai indokok alapján kerültek a felszínre, nem pedig csak azért, mert nekem szimpatikusabb valaki, például miért nem játszik Dzsudzsák Balázs címmel, amikor semmilyen szakmai indokot nem tudnak felsorokoztatni a mögé, hogy miért kellene mondjuk egy tétmérkőzésen egy valamikor tényleg jó képességű, de ma már nem a válogatottba való játékos tétmeccsen játszhatni. Tehát nem ráhegyeztem ki, megint nem a Dzsudzsák Balázsra, csak mint példaként hoztam föl, hogy ilyen kérdések merültek föl, és semmilyen szakmai indok nem volt emögé felsorakoztatva. Mondom még egyszer, ha valaki szakmai indoklást akar újságírótól olvasni, akkor az Árkánumban elérheti Feleki László több évtizedes munkáját, akinek minden betű, minden szó, amit leírt, arany. Hát igen, de vissza ide a mába. Én most idézek egy cikkből. Azt mondta, minden kerethirdetésnél kritizálják, hogy miért ez játszik, és nem az. Olyan, mintha minden alkalommal záróvizsgát kellene tennie. Ha pedig nem nyer a válogatott, akkor idiótának titulálják, ugye ez az előbb felemlített eset.
folytatom az idézetet, arra momenten elfelejtett kitérni, hogy ki vagy kik. És akkor itt következik az, hogy levezeti egy gondolatmenettel a cikk szerzője, hogy hát nyilván most az ország vezetésének, vagy az ország legfőbb vezetőjének szólt be a Marco Rossi. Na most, miután az eredeti Marco Rossi megszólalás pontosan nevesíti, hogy kihez intézte szavait. Ezek után egy kicsit furcsa ez a megszólalás. Másrészt pedig példaként csak arra szerettem volna felhozni ezt a szösszenetet, hogy ma már rengeteg olyan kritika van, aminek valójában semmi köze a szakmához, a futballhoz, a szakértelemhez, hanem valamilyen úton, módon ilyen politikai irányba akarják elvinni az egész futballról való gondolkodást, ami onnantól már nem a futballról való gondolkodás. Ezért mi úgy gondoltuk, hogy ahelyett, hogy belemennénk ilyen sárdobálásokba, meg ilyen mindenféle igazval vagy igaztalan kijelentésekbe, ezért úgy gondoltuk, hogy az utóbbi 20 év, és azért pont az utóbbi 20 év, mert mondjuk ez a 21. század, ez alatt a utóbbi 20 év alatt több szövetségi kapitány volt, többféle vezetése is volt az országnak, ez alatt az időszak alatt 13 szövetségi kapitányt fogyasztott el a magyar válogatott, így hát, illetve van megfelelő számosságú mérkőzés, így hát tudunk valamilyen számszaki adatot mondani arra vonatkozóan, hogy Marco Rossi teljesítménye vajon mit jelenthetett, vagy mit jelenthet a legutóbbi 20 év edzőihez mérten. Igen, és hogy azért bocsánat, azért 20 év alatt ennyi szövetségi kapitányt, hát igen, tehát nem nagyon volt türelem ezekhez a szakemberekhez, illetve hát némelyiknek az eredmény sorát megnézve nem is, tehát abszolút megértem. Van, aki folytathatta volna, valaki nem. Ebből is látszik, hogy az MLS-nek tulajdonképpen ez alatt a 20 év alatt nem volt egy konkrét irányvonala. Tehát aki itt a legjobban felelőssé tehető, igazán a magyar labdarúgás, tehát az egyik szegmense a magyar labdarúgás mélyrepülésért, maga az MLS, ugyanis semmilyen szakmai irányvonal nem volt lefektetve. Tehát itt az edzőket megnézve, az volt szövetségi kapitányokat megnézve, mindegyik más karakter, más labdarúgó karakter, más, ha lehet ilyet hogy egyáltalán mondani, hogy labdarúgó stílusban képzelték el a magyar labdarúgást, van, aki ad hoc lett kinevezve, van, aki név alapján lett kinevezve, de merjünk el a részletekbe most. Így van. Hát először is mondanám a neveket, és a nevek felsorolásából már eleve kiderül, hogy amit Józsi az előbb mondott, az bizony nagyon is így van. Mondom, Gele Imre, Lothár Mateusz, Bozsik Péter, Várhidi Péter, Ervin Kóman, Egervári Sándor, Csábi József, Pintér Attila, Dárdai Pál, Bernd Stork, Szélesi Zoltán, Zsorzs Lékenz és Marco Rossi. Hozzá kell tennünk, hogy Szélesi Zoltán, illetve Csábi József csak megbízott szövetségi kapitányként szerepeltek egy, illetve két mérkőzésen. Ezzel együtt nagyon köszönjük nekik, hogy pont azokban a kínos szituációkban, amikor nekik az ő beugrásukra szükség volt, akkor vállalták ezt az egy, illetve két mérkőzést. Egyébként megmondom, hogy tulajdonképpen nem is rossz eredménye, hiszen tulajdonképpen Csábi József a legjobb ezek között, az edzők között, hiszen ő egy mérkőzésből egyet megnyert a válogatottal, méghozzá Andorra ellen 2-0, így 100%-os maradt, illetve Szélesi Zoltán 50%-os maradt. Ott Luxemburg ellen kikaptunk 2-1-re, viszont Kosztarikát megvertük 1-0. Most azért ehhez hozzátartozik, hogy ezek barátságos meccsek voltak egyrészt, másrészt pedig nagyon fontos, hogy később lesz egy pár szám, nem sok, azzal nem akarunk sok mindenkit untatni, de abból a pár számból, illetve a mögötte lévő matekból a két megbízott szövetségi kapitányt kivettük, ugyanis a kinevezett szövetségi kapitányokra mondhatjuk azt, hogy tényleg a szövetség bennük látta azt, hogy a jövőben sikerre viszik a magyar válogatottat, nyilván a megbízott szövetségi kapitány pedig egy szükségmegoldást jelent. Így van, így van. Én ezt csak hozzá
hozzátenni tudnék, de mármint, hogy nem tudnék hozzátenni semmit, össze-vissza beszélek a meleg miatt, mert csak közben elvesztem egy picit a számokból, amiket itt a monitoron látok. Nos, azt a nagyon fontos, hogy a teljesítményt mi úgy számoltuk ki, hogy hány pontot értek el, az, vagy ért el a magyar válogatott az adott szövetségi kapitány alatt, és az elérhető pontok százalékában adtuk meg a teljesítményt. Ez nagyon fontos, hogy három pontos rendszerrel számoltunk. A legtöbb helyen még mindig nem így van. Ez nagyon furcsa. Valószínűleg azért, hogy az mostani szövetségi kapitányok, adott esetben a régebbi szövetségi kapitányokkal összehasonlíthatók legyenek, amikor még a két pontos rendszer volt a futballban. De itt, mivel már három pontos rendszer volt, ugye Magyarországon is 94-ben vezették be, ezek után úgy gondoltuk, hogy ez sokkal korrektebb, mert a végeredmény, a pont az most már hárommal mérendő győzelem esetén. Hát viszont igen, itt egy kicsit árnyalja a képet azt, hogy ki milyen minőségű mérkőzésen, milyen szintű mérkőzésen mérte össze az erejét az adott ellenféllel, tehát egy tétmérkőzés, vagy egy adott Európa-bajnokság mondjuk, vagy pedig csak egy sima, úgymond sima, barátságos mérkőzés, ami természetesen nem mindegy, de hát valamilyen viszonyrendszert azért ki kellett alakítani, hogy ezt megtudjuk pontosan a sorrendet. Így van. Látni kell tehát, hogy ezek mennyiségi adatok, nem feltétlenül mutatnak minőséget is. Ellenben nagyon érdekes, de a végén mégiscsak kialakult egy sorrend, amivel egyébként nem is feltétlenül vitatkoznék, de menjünk sorba. Gele Imre 2001-től 2003-ig volt a Magyar Labdarúgó Válogatott Szövetségi Kapitánya, és 36,23%-os teljesítményt tudott így nyújtani irányítása alatt válogatottunk. Egy rossz belépővel kezdett Románia ellen, hát az egy hazai 0-2, illetve volt egy szerintem szép eredménye is, egy Spanyolország elleni itthoni 1-1-es döntetlen. Igaz, hogy ez barátságos mérkőzés volt, na de hát mégis a spanyolokról van szó. Te ez... mire emlékszel ebből a korszakból? Hát nekem a Gele is most, sok kapitányra mondhatom, ez a szintelen, szaktalan, stílustalan, emberileg fogalmam sincs, nem tudom. Tehát én nem emlékszem, hogy ilyen nagyon kiugróan lelkesedtem volna a munkájáért. Tehát nem, itt a sorban nem túl sok ember munkáért lelkesedtem, meg kell, hogy mondjam, úgyhogy rá is azt mondom, ez a szürke eminenciás talán. Igen, egyébként úgy állt össze ez a teljesítmény, hogy 7 győzelem mellett 4 döntetlen és 12 vereség, tehát ezért a vereségek száma meghaladja a győzelmekért. Hát ez semmiképpen nem jó, hát akárhogy is nézzük. Na most utána a következett Lothar Matthäus, 2004-2005-ben volt ő a szövetségi kapitány. 28 mérkőzésen lépett pályára az ő irányítása mellett a magyar válogatott, és így 11 győzelem, 3 döntetten, 14 vereség, tehát még itt is a vereségek száma meghaladja a győzelmekét, de ez már 42,86%-os teljesítmény. Már kezdünk konvergálni az 50%-hoz. De azért ez még mindig nem egy túl acélos történet. Hát én, nekem volt szerencsém egy legnagyobb meglepetésemre munkaügyből, ki kellett utaznom Mexikóba, és a legnagyobb meglepetésemre mellettem levő ülésen a Lothar Matthäus ült, akivel azért volt időm ez alatt a jó pár óra alatt beszélgetni. Hát megkérdeztem, mint egyszerű szurkoló, hogy hogyan értékeli a saját munkáját. Természetesen büszke németként azt mondta, hogy hát ő szerinte perfektó munkát végzett. Hogy mennyi magyar játékos köszönheti neki azt, hogy válogatott lett, hát erre emlékszünk, de hogy ez miért történt meg azt. És mennyi menedzser? És mennyi menedzser köszönheti neki a családi házat, az új autóját, hát és a többi. De az biztos, hogy ő egy abból a szempontból marketing húzásnak jó volt az MLS szempontjából, hogy csak egy német világbajnokot igazoltunk, akinek a szavára azért odafigyelnek, sőt még a mai napig is, azért szerintem a nemzetközi sajtóba hiába járatta már le magát sok szempontból szakmailag, azért csak egy Lothar Matthäus. Tehát ő azt gondolom, hogy
abból a szempontból, hogy egy kicsit fölkavarja az állóvizet, jó volt, szakmailag nem vagyok benne biztos, hogy nagyon sokat hozzátett a magyar labdarúgáshoz, bár kétségtelen, hogy sok fiatalnak adott bizalmat. Ugye, ennek is megvan a jó oka. Ennek is megvan a jó oka, most nem fogunk itt vádaskodni, attól függetlenül én azt gondolom, hogy őrá már azért odafigyeltem, őrá nem lehet azt mondani, hogy szürke eminenciás. Igen, ennek ellenére én nem találtam olyan eredményt a magyar válogatott eredmény sorában az ő kapitánysága alatt, ami olyan különösebben említésre méltó, mint valami óriási nagy győzelem. Ellenben a harmadik meccsen, és akkor most megint következik, ugye igaz, hogy barátságos mérkőzésen, de ebben a viszonylatban szerintem nincs barátságos mérkőzés. Magyarország-Románia 0-3. Tehát már megint. Illetve Magyarország-Svédország 0-1, ami már viszont egy VB-s elejtező volt, tehát igazából a presztízsen kívül valódi tétje is volt. Vele kezdtük a... lehet, hogy rosszul emlékszem, és most a szurkolók rám fognak kiabálni mindenféle, ahogy a Szabó szoktam mondani, hogy mázsa izét, hogy Messi az velünk kezdett, ugye? Igen, Magyarország ellen volt igen. Először válogatott. Mateusz idején, ugye? Én úgy emlékszem, hogy igen. Igen, hogy 5 perc igen. Után kiállították. Igen, tehát igen. El lehet mondani, hogy elindítottuk a Messi karrierjét. Igen, majd így megnézzük ezt is, lepontosítjuk, de a lényeg, hogy az ellenfelek között sikerült olyan játékos találnunk, aki aztán... Azért vitte valamire. Igen, vitte valamire. Jó, na most 2005 végén Lothar Matthäus leköszönt, Bozsik Péter lépett a helyébe, ő aztán éven belül távozott is, mindössze 7 meccsen irányította szövetségi kapitányként a válogatottat. 3 győzelem, 0 döntetlen, 4 vereség. Még mindig negatív az a győzelem-vereség arány. 42,86%-os teljesítmény. Egyébként ez pontosan nagyon érdekes, ez pontosan megegyezik a Lothar Matthäus teljesítményével. Ha így nézzük tulajdonképpen, ha innen nézzük, akkor igazából nem biztos, hogy sok értelme volt a cserének, de azt pontosan tudjuk, hogy akkorra már úgy tűnt, hogy Lothar Matthäusnak a hitelessége elveszett itthon, ezért volt egyébként leginkább ez a csere, meg ő sem biztos, hogy tovább akarta volna folytatni a munkát itt Magyarországon. Pozitívum ma Bozsik Péternek az Ausztria-Magyarország, igaz, hogy barátságos, de ebben sincs barátságos mérkőzés. Ausztria-Magyarország 1-2, és akkor erre szokták kérdezni, hogy kivel játszottunk? Ki volt az ellenfél, ugye? Igen. Ami egy kicsit olyan, sőt nagyon necces, szerintem Magyarország-Norvégia 1-4 EB-s elejtező. Hát ez volt a Várhidi vagy a Bozsik Péter utolsó mérkőzése, és hát helyette érkezett Várhidi Péter. Neked maradt sok emléked a Bozsik Péter kapitánságáról? Mert én megmondom őszintén, hogy nekem így nem. Nem, hát nekem a Bozsik Péter a mai napig is egy közhelygyűjtemény. Tehát, hogyha Bozsik Péternek az édesapját nem Bozsik Józsefnek hívnak, akkor közelében nem lenne a labdarúgásnak, közelében nem lenne a televíziónak. Azt tudnám rá mondani, hogy ilyen hát egy közhelygyűjtemény, zomboris magasságukban van egyébként, tehát hogy ő tudjon ezt is a mai napig is, hogyha ha az értékelését hallom egyszerűen, tehát ez ilyen, tehát ez, most ez az erővel bármelyikünk, tehát te is kedves nézőnk, hogyha otthon ülsz, beülhetnél Bozsik Péter helyett, és elmondhatnád, amit ő mond. Ebben nem teljesen egyezik a véleményünk, de most ebben nem fogunk belemenni. Én nekem egy kicsit jobb véleményem van, de... Attól még lehet egy szimpatikus, vagy mit? Persze. De azt gondolom, hogy vezető edzőként sem rakta le, tehát más csapatoknál sem nem tudott uralkodni az érzelmein, többször volt vele probléma, kiállították mérkőzésen. Tehát, hogy pontosan azokat a hibákat követi el, amit utána az értékelő műsorokban föl szokott róni, hogy tapasztalatlanság és a többi nem bírja a feszültséget. Tehát valami ilyesmi, ezért mondom, hogy egy komplett közhelygyűjtemény nekem a Bozsik Péter. Jó, hát Várhidi Péter követte őt 2006-ban, és 2008-ig regnált ő. Ez azt jelenti, hogy 16 mérkőzésen szerepelt, mint szövetségi kapitány. 7 győzelem, 1 döntetlen, 8 vereség. Még éppen hogy csak, de még egy kicsit mínusz a győzelmek, vereségek aránya is. Érdekes, és Bozsik Péternél is
nagyon hasonló a kép, hogy döntetlenből elvétve akad, és vagy győzelem, vagy vereség, de egy picivel több vereség van. Neki 45,83%-os a teljesítménye. Na, itt aztán voltak azért olyan mérkőzések, amik pozitívumként említhetők, bár barátságosak. Magyarország-Olaszország 3-1, illetve Lengyelország-Magyarország 0-1. Szerintem ezek azért így jól kinéző eredmények. És aztán volt olyan, nevezetesen az utolsó meccse Várhidi Péternek szövetségi kapitányként, Magyarország-Szlovénia 0-1. És ez egy ráadásul, ez egy, ja nem, ez is egy barátságos mérkőzés volt, de valószínűleg azért ott már gyűltek a rossz pontok. És hát ezért érkezett aztán Ervin Kóman 2008-ban, de a Várhidi Péterről. Hát a Várhidi Péter is hasonló egyébként, mint Bozsik, bár neki is egy nagyon sikeres édesapja volt, aki a labdarúgásban letette a névjegyét, Várhidi Péternek. Bár meg kell, hogy mondjam, a Bajusz királynak azért volt elképzelés az általa csapatként üzemeltetett magyar válogatottnak. Több fiatalnak szavazott bizalmat. Az igazság, hogyha lett volna tekintélye az MLS-ben, és lett volna tekintélye a játékosok előtt, akkor a Válidi Péter vihette volna valamire. Én kifejezetten azt gondolom, hogy egy jó elképzelésekkel küldte a... Tehát rá kifejezetten emlékszem, ugye abból is látszik, hogy vagy vereség, vagy győzelem, hogy nem igazán játszott döntetlenre. Mikor az olaszoknak a vendégjátékáról kiderült, hogy egy óriási bunda volt, Cannavaróék, hát nem kis pénzt kerestek ezzel ezzel a barátságos mérkőzéssel, de ezt viszont senki nem veszi el tőlünk, hogy legyőztük a regnáló világbajnokot, igaz, hogy most még csak barátságos mérkőzésen, de én kifejezetten emlékszem Váridinek a csapatának a játékára, nagyon szimpatikus volt, főleg az első pár hónap, az első mérkőzéseken a hozzáállása, azt gondolom, hogy nem kapta meg az MLS-től a bizalmat, a szurkolóktól igen, szerintem, és egy kicsit a szakma is természetesen ellene is dolgozott. Igen, és hát következett Ervin Kóman 2008 és 2010 között, aki egyébként tulajdonképpen, ha jobban belegondolunk, igazából az előző két magyar szakvezető után bizonyította azt a tényt, hogy nagyjából fölösleges idehozni Magyarországra külföldről a szövetségi kapitányt, hiszen, mert hogy 20 mérkőzésen szerepelt szövetségi kapitányként, ebből 7 győzelem, 4 döntetlen és 9 vereség, azaz 41,67%, tehát a két előtte szereplő Pétertől egy halványan, de gyengébb teljesítmény nyújtott. Pozitív volt szerintem a Dánia-Magyarország 0-1, ez nem volt egy fényes győzelem, de ez VB selejtező, tehát ez tétmérkőzés volt, és ezért így fontos. Viszont Magyarország-Svédország 1-2, szintén VB selejtező, és ugye Hollandia-Magyarország 6-1, ami egyébként a Kumannak a leváltását is kiváltotta. Hát... Ervin Kóman sikeres labdarúgóból lett edző, szerintem máshol se igazán aratott nagy babérokat, mint labdarúgó edző. Azt gondolom, hogy az ő kinevezése egy ilyen PR igazolás volt, hogy nevezzünk egy nevet, hozzunk ide egy nevet, van rá pénzünk címszóval, az MLS azt gondolta, hogy ez mindent megold. Ugye szakmai irányultság szintén nem volt, a kiválasztási rendszert nem változtatták meg, tehát ugyanabból a 25-30 emberből tudott válogatni, és nem olyan edzői karakter az Ervin Kóman, hogy saját képére tudta volna formálni a játékosokat. Tehát ő egy szürke eminenciás, és azért, mert mondjuk háromszor annyit keresett, mint a Váridi Péter, sokkal több bizalmat kapott, azt gondolom, hogy semmi értelme nem volt őt idehozni addig, amíg ugyanabból a 20-valány emberből kell dolgoznia, úgy, hogy ő maga sem egy ilyen irányító karakter. Tehát szerintem egy totál mellényúlás volt. Igen, igen, és hát tényleg az eredménysor is azt mutatja, hogy tulajdonképpen sok értelme az eredményesség szempontjából legalábbis nem volt. Úgyhogy 2010-ben jött a váltás, akkor jött Egervári Sándor, ő
2010 és 13 között volt szövetségi kapitány a magyar válogatottnak, 34 mérkőzésből 17-et megnyert a válogatottal, 8 döntetlen és 9 vereség, tehát pozitív a mérleg a győzelmek és a vereségek arányát tekintve, a megszerezhető pontok számát tekintve pedig 57,84%-os a teljesítmény. Úgyhogy ez elsőre jól néz ki, de akkor mondok így, mondok egy pozitív volt azért, Magyarország, Svédország 2-1, azért mondom ezt, ez megint nem volt egy fényes győzelem, de megadták érte a 3 pontot, mert ez egy VB-s elejtező volt. Ugyanakkor a serpenyő másik, vagy a mérleg másik serpenyőjében Magyarország, Hollandia 0-4, Románia, Magyarország 3-0, mind a kettő VB-s elejtező, sőt, Hollandia, Magyarország 8-1, szintén VB-s elejtező. Nyilván ez volt az utolsó meccse, és leváltották, és én nekem az az emlékem él róla, hogy egy ideig jól ment neki a válogatottal, egy idő után viszont semmiféle elképzelést, semmiféle stratégiát, semmiféle csapatépítést, vagy játékot, vagy stratégiát nem igazán láttam, hanem úgy megpróbáltak az akkor éppen talán legjobbjaink valamit kihozni, kihámozni ugye a 11-en a pályán, de ez egyre kevésbé sikerült, és hát a végén az a 8-1-es történet az tényleg a gyalázatos, leggyalázatosabb történetek egyike a magyar labdarúgásban. Hát Egervári Sándor számomra a másik közhely gyűjtemény. Ugye a Magyar Labdarúgás Fórumán többször is sikerült őt megszólaltatnom, semmi értelme nem volt egyébként, olyan, mint hogyha egy tükörbe kérdeztem volna bármit, és az a baj, hogy túlságosan elfogult vagyok, mert szurkoló vagyok, de az Egervári Sándor nekem mindig az jut eszembe, hogy rúgjátok föl, Gyugyákra majd megoldja. Tehát mindig ez, tehát semmi más nem jut eszembe, meg egy bizonyos rajz, amit az öltöző falára fölvésett, ugye, amire most nem fogok idézni, hogy mi szerepelt azon a képen. Azt gondolom, hogy az Egervári Sándor egy olyan ejtőernyőse a magyar labdarúgásnak, aki 30 vagy most már több, mint, hát igaz, hogy most a betegsége miatt nincs ott, és jobbulást kívánok neki emberileg, de szakmailag az egyik legnagyobb kártékony dolog volt a Berzi Sándorral együtt a magyar labdarúgásban. Hát 30-40 éve rontják a levegőt, rontották a levegőt a magyar labdarúgást, a magyar labdarúgó válogatott környékén. Egy jottányit nem léptünk előre, az volt a lényeg, hogy ők valamilyen pozícióban ott tudjanak maradni. Egy időben a mezeinek a farvizén üldögélt, de szakmailag igazán csak a magyar közegben tudott valamit bizonyítani, ott is azért, mert az MLS-nél volt tekintélye. Egyébként nem tartom semmire szakmailag, meg hogy mondjam, és lehet, hogy nagyon kemény szavak, lehet, hogy jobb a statisztikája, mint az előtte levőnek, de egy Várhidi Pétert sokkal karakteresebb és normálisabb, szakmailag előrelátóbbnak gondolok, mint a Egervári Sándort, akivel a magyar labdarúgás semmit nem lépett előre, igazán csak ő profitált ebből az egészből. Egy olyan szürke eminenciás, aki hagyta, hogy a játékos ügynökök, illetve az MLS vezérkara döntsön helyette minden helyzetben. Az öltözőjében játékos uralom volt, tehát totálisan alkalmatlan volt egyébként a magyar labdarúgó válogatott vezetésére, és szégyennek tartom azokat az eredményeket, főleg a hollandiai 8-ast, ami tehát kitörölhetetlen emléket hagyott. Tehát igazán egy beszari gyáva taktikával lépett pályára, még akkor is, ha tudjuk, hogy abban a holland csapatban azért világsztárok játszottak. Így van, tehát hogy az, hogy abban az időszakban, vagy időben Hollandiától vereséget szenvedünk, az egyébként nem volt egy olyan történés, hogy valaki, bárki felkapta volna rá a fejét, de az, hogy 8, azért az nagyon megalázó. És azért el kell mondanom, hogy az 57,84%, ez egyébként jobb, mint a Marco Rossi teljesítménye. De hogy miért van ez, erre majd kitérünk, megyünk tovább. Ugye Csábi József következik 2013-ban, mindössze egy mérkőzésre ugrott be, mint kinevezett szövetségi kapitány, Magyarország Andorra 2-0. Hát figyelj, a Mór megtette kötelességét, a Mór semmi mehet. Teljesen oké. Itt igazából az volt a nagy tett a részéről, hogy abban a helyzetben, ott a 8-1 után, abba a székbe beült, igaz, hogy csak idegenesen, amit abban a helyzetben érdekes módon senki nem akart magának. Igen. Majd aztán
következett 2014, mert ez már az utolsó mérkőzés volt a 13-as évben, és következett Pintér Attila. Hát ő sem ért meg sok mérkőzést a válogatott élén. 5 meccs, 2 győzelem, 1 döntetlen és 2 vereség, ez 46,67%-os teljesítmény a pontokat tekintve. És hát itt volt egy Magyarország-Finnország 1-2 az első mérkőzésén, és hát így keretbe foglalta ő ezt az ő tevékenységét, mert Magyarország-Észak-Írország 1-2, az meg az utolsó meccsén volt. És hát közte, hát hogy ide írjak, tényleg írjak valami pozitívat, azt írtam, hogy Magyarország-Dánia 2-2. Hát ez pont, igen, és ráadásul pont kín is voltam a Ferenc Attilával ezen a mérkőzésen. Hát Pintér Attilának a kinevezésére szerintem sokan emlékeznek, amikor vártunk mindenféle embereket, és egyszer csak a, úgymond a függöny mögül kilépett a Pintér Attila. Én azt hittem, hogy valami paródia. Hogy meg voltam róla győződve, hogy itt most valami kandi kamera van, ugye és ott volt az a troll közvetítés, vagy bármi. És ott volt az a probléma, hogy ő ott nem nagyon tudott megszólalni, és akkor utána volt az, hogy kommunikációs szakember most is bevontak, meg nem tudom. Igen, az is természetesen az akkori munkám miatt sokat repültem, és a Batiz Andrással is sikerült együtt utaznom egyszer Salzburgba, aki hát nem sokkal azután, hogy kommunikációs tréningekre utalták a Pintér Attilát, megkérdeztem, hogy milyen technikákat alkalmaz a Pintérrel szembe, de hát titoktartási kötelezettsége van. Annyit mondott, hogy borzasztó nehéz dolga van, hogy a 21. század látásmódját egy olyan embernek az agyába ültesse kommunikációs szempontból, aki nem biztos, hogy a 19. század szintjénél magasabban van. Tehát ez így próbálta így... De igen, de azért ez egy elég kemény kritika. Hát minden esetre hamar elfogyott a türelem, de hát egyébként érthető is volt, meg én úgy láttam, hogy a Pintér Attila egy agresszióval próbálja a bizonyos hiányosságokat ellensúlyozni, és akkor ez viszont nagyon rosszul sült el, mert ez a szurkolóknak sem volt szimpatikus, nyilván aztán az MLS-nek sem tetszett, közben meg nem jöttek úgy az eredmények, és nyilván akkoriban is egyébként megvoltak ezek a kritikák, mint ahonnan elindult ez az egész beszélgetés, csak akkor aztán még erősebben, meg hát az eredményeket látva igazából tulajdonképpen joggal. Ez, én annyit tudnék mondani a Pintér Attilához, hogy mint játékos, ugye két külön kávéház, Pintér Attilát, mint Fradi játékos borzasztón tisztelem. De mint edzőt, nálunk is annak ilyen a kezdő edző karrierjét a Ferencvárosnál nagyon-nagyon nem volt szimpatikus, ahogy a játékosokkal bánt, bár ugye megnyerte a bajnokságot, ugye már a második, tehát a téli szezont átvéve. Utána kupát is nyert a Ferencvárossal szemben, a Győrrel bajnokságot nyert. Azt gondolom, hogy az ő, neki nem volt, vagy volt elképzelése a futballról, bár igazán csak ne kapjunk gólt, és a totális védekezés, illetve az ellenfél játékához való alkalmazkodás jellemezte az ő játékát, ez Győrben. Ugye nem lehetett megfogalmazni győri labdarúgó stílust az ő vezető edzősége alatt, viszont az biztos, hogy jó tudott alkalmazkodni a magyar NB1 játékosaihoz, tehát játékához. Nagyon jól aláigazoltak játékosokat, emlékeztek a Varga Roland is igazán ott érett igazi labdarúgóvá. Azt gondolom, hogy ez, amit ő csinált, ez már egy lejárt lemez lett utána később. Tehát kezdeményező futballt abszolút alkalmatlan, nem tud játszatni, nincs hozzá elképzelése, bár azt kell, hogy mondjam, Pintér Attila egy felkészült edző, mert az ellenfelekből mindig felkészült, csak nem úgy, ahogy kellett volna. Mai napig is emlékszem, hogy az ő szlovák játékosa tönkretette Leonardónak a bokáját edzői utasításra. Tehát ezt soha nem fogom, hiába Attila egy fradíkon, azért ezt megtenni edzőként, ezt borzasztó, és én ezt személyesen hallottam a pálya széléről. Hát ez kemény dolog. Jó. Ugye itt következett egy igen komoly mélypont, mert hogyha megnézzük, hogy ugye ott volt a 8-1, aztán Csábi Józseffel egy meccset elvickeltünk, aztán Pintér Attila közel sem nevezhető regnálása következett, és akkor ott voltunk megfürödve, hiszen
akkor már nyakunkon voltak ugye az EB-s elejtezők. És hát igazából ekkor tényleg a kalapból kellett valakit előrántani. Most már nem lehetett valami marketing nevet oda tenni, hanem tényleg olyan embert kellett keresni, aki valamit tud tenni. Most ebben a helyzetben felteszem, úgy gondolkodott az MLS, hogy itt a hazai edzőkeringőt azt már végigjátszották. Sokszor próbálkozta a külföldiekkel is, ugyanakkor ők sem váltották be igazán a hozzájuk fűzött reményeket, és akkor maradt egy a kvázi köztes megoldás, a magyar, aki egyébként viszont külföldön dolgozik, Dárdai Pál, aki ugye akkor, amikor elvállalta, ha jól emlékszem, a szövetségkapitányi pozíciót, vagy teendőket, akkor neki a Hertától engedményt kellett kérni, mert ugye akkor a Hertánál éppen vezetőedző is, ként is funkcionált, és mondjuk látható volt, hogy nem tarthat sokáig az együttműködés, vagy egyik, vagy másik helyen, tehát vagy a Hertánál, vagy a Magyar Szövetség kapitányi pozícióban, de ennek ellenére 7 meccsen 4 győzelem, 2 döntetlen, 1 vereség, ez már 66,67%-os pont teljesítmény. Ráadásul egy olyan helyzetből, hogy a magyar válogatott tulajdonképpen a padlón volt. Nem tudom, ekkor történt meg az, hogy ő a Gerát rehabilitálta? Igen, igen, és hát Dárdai Pál, nem tudom, hogy szándékosan, vagy csak ilyen valaki bedobta őt a Csányéknak, egy nagyon-nagyon jó igazolás volt. Meg is mondom, miért gondolom én ezt, mert abban az időben egy teljesen szétzülött, morálisan szétesett csapatot kellett, csapatból, tehát embertömegből kellett valami csapatot verbúválni, és a Pali erre a tűzoltásra tökéletes volt. A Palinak a mentalitása, nem, pontosabban a gondolkodásmódja magyar, de a német futballon szocializálódott, tehát egy nagyon jó mixet alkot abból a szempontból, hogy bele tudja érezni magát a magyar néplélekbe, de a németeknél felvett rendszerezés az nagyon jó elegyet alkotott ahhoz, hogy ő, azt kell, hogy mondjam, ebben az időszakában a magyar válogatottnak sikeres tudott lenni. Meg is a legfőbb dolog a hitelesség. Emlékeztek rá, amikor szövetségi kapitányként azzal kezdte a működését, hogy fölvázolta, hogy mit akar csinálni. Ez előtte senkinek nem jutott eszébe. Elmondta, hogy kérem, mit fogunk látni a pályán tőlem, mármint, hogy ő tőle. Elmondta, hogy mik a hátrányok, mik a nehézségek, mik az előnyök, mire lehet számítani, és arra kérte a szurkolókat, hogy ne kezdjenek el anyázni a 80. percben, mert lehet, hogy akkor fog eldőlni a mérkőzés előre. Ugye előre megmondta, hogy egy mérkőzés 90 plusz percekig tart, és a szurkolónak az a dolga, hogy végig biztasson, és utána illese kritikával. Mert ha mondjuk a 89. percben szerzik meg a győztes gólt, vagy az egyenítő, vagy a pontot érő gólt, akkor az így nagyon hülyén néz ki. Tehát ő kérte a szurkolókat, hogy tartsanak ki, mert és ezzel rögtön megvásárolta a szurkolóknak, idézvesen, hogy megvásárolta a szurkolókat maga mellé, és egy olyan hiteles személyt rakott a magyar válogatott élére, aki előtte nem nagyon volt azért. Igen, egyébként emlékszem, amit mondasz, például ez egy 80. perc után dől el. Ezt egy olyan mérkőzés előtt mondta, amikor a 80. perc után dőlt el, és volt olyan is, amikor azt mondta, hogy a mérkőzés első harmadában meg kell szereznünk a vezetést, mert akkor, hát nem tudom, akkor mi következik, és akkor nyilván nyerünk, és akkor meg a 20. perc, vagy a 15. szereztünk gólt. Nagyon sok ilyen volt, és egy egészen elképesztő volt az, hogy ő összerakta a játékot. Tehát ő például itt a 80. perc után ő pontosan tudta, hogy addigra fog elkészülni az erejével az ellenfél úgy, hogy akkor nekünk lesz némi sanszunk, és akkor megpróbálhatjuk azt, hogy végre gólt szerezzünk, vagy magunk javára fordítsuk egyébként a mérkőzést, és akkor olyan pozitívum, Románia-Magyarország 1-1, ugye EB-s elejtezőn, végre Bukarestben legalább egy döntetlen sikerült elérni, és Finnország-Magyarország 0-1. Mindez kellett ugye a 2016-os EB-re történő kiutáshoz, ahol ugye már nem Dárdai Pál volt a szövetségi kapitány, de valamit még akartál mondani. Hát igazán csak annyit akartam mondani, hogy
annak tudható be a Pali szakmaisága és hitelessége, annak is, hogy ő végigjárta a ranglétrát a gyerekektől kezdve, foglalkozott szinte minden korosztállyal, és így felszedett magára egy nagyon komoly pedagógiai érzéket. Tehát az öltözőbe bement, akkor rögtön volt tekintélye. Nem volt ő sem világsztár, de el tudta mondani, hogy egy német klubnak az utánpótlásában dolgozik, méghozzá elég komoly és hiteles szinten. Úgyhogy a magyar játékosok hittek neki, és az egy dolog, hogy a szurkolók szemében is hiteles volt, de a játékosok szemében is hiteles volt, bár meg kell, hogy mondjam, a szakma itt is azért minden megtett azért, hogy ő nagyon keményen hátba legyen szúrva. Ez elképzelhető, de itt indult el az a folyamat, ami szerencsére egy kis kisiklást tekintve, majd arra is kitérünk, kitartott, nevezetesen az, hogy amikor arra gondolok, hogy Szoboszlai Dominik azt nyilatkozó, hogy a főnök azt csinálja, amit akar, ő sárga lapot kaphat, hogy kiállíthatja magát, nekem ma semmi közöm nincs, ő a főnök, hogy ott volt az, hogy láttam a játékosokon, hogy tudják, hogy ki a főnök, tudják, hogy merre van az egyenes, igen, és nincs megszűnt a játékos uralom olyan formában, ahogy korábban többször is előfordult, és aztán következett Stork, akit én egyébként mielőtt a magyar válogatotthoz került volna, mint szövetségi kapitány, aki egyébként 15 és 17 között 25 mérkőzésen lépett pályára magyar szövetségi kapitányként, én őt nem ismertem, és viszont az ő további működései, utána már nyilván követtem, miután a szövetségi kapitányi pozícióról leköszönt, mindig jellemző volt, hogy jól bekezdett a csapataival, és nagyon egy idő után úgy nagyon ellaposodott, mintha nem lett volna elég keménykezű ő sem. De az biztos, hogy amikor ő átvette a stafétát Dárdai Páltól, akkor a Dárdai féle fegyelmezett csapatot azt vitte tovább, és azt nagyon jól tette, ott ráérzett, hogy neki azon nem szabad változtatni, és talán azt láttam, hogy viszont megpróbál ráépíteni erre a stabil hátsó alakzatra, meg a stabil védekezés, megpróbál ráépíteni egy támadó játékot, ami meg hol sikerült, hol nem. De azért említsük meg a Norvégia-Magyarország 0-1, illetve a Magyarország-Norvégia 2-1, ugye az államsorsolás volt, igen, amikor a norvégok államsorsolásnak titulálták a magyarok elleni páros mérkőzést, aztán nekünk lett belőle valóság, nekik meg állam az EB-ből, mert ugye mi mentünk tovább, tehát igazuk volt végül is. Maga az EB szereplés is jó volt, de továbbra is azt mondom, hogy én még az EB-n is inkább a Dárdai féle játékot láttam, attól eltekintve, hogy már egy kissé kezdeményezőbb kezdett lenni, viszont minél kezdeményezőbb lett a magyar csapat, annál sérülékenyebb is lett. Hogyha jól emlékszem, Portugália ellen játszottunk itt egy sok gólosat? Igen, igen. Az utolsó csoportmérkőzésen 3-3 lett, vagy 2-2, nem tudom. De döntetlen lett, az a lényeg, hogy döntetlen lett. És ugye az volt a történés, hogy látszott, hogy ha mi lövünk egy gólt, azonnal tudnak lőni egy másikat, mert ahhoz, hogy mi gólt lőjünk, ahhoz annyira fel kell lazulnunk, hogy akkor meg egy Cristiano Ronaldo el fogja intézni a szituációt. Nyilván ott azért ez a portugál válogatott jobb erőkből állt egyénileg, mint a magyar válogatott, de azért nem mondjuk, hogy a 2016-os EB az semmi nem volt, és egyébként az Ben Storknak az érdeme, hiszen ő volt ott, ő volt a szövetségi kapitány, amit például ő nagyon jól megcsinált, és szerintem ő tovább csiszolt, nem csak készen kapta, ez a Nagy Ádám, és a Nagy Ádám és a Gera párosa. És igen, bocsánat, nem jutott eszembe a Gera neve. Ez egy nagyon jó védekező páros, igen, volt. Igen, és az a rendszere, hogy ők ott mozogtak, nyilván a Gera volt ott az ész,
Ő olvasta a játékot, Ádám pedig mindig hozzá képest meg tudta csinálni szépen a mozgásokat, de nyilvánvaló, és ez most látszik a Nagy Ádámon, amikor jobb meccsein kapjuk őt, hogy akkor ugyanezeket alkalmazza, amiket valószínűleg leginkább akkor sajátíthatott el. Úgyhogy ennyiből is egy nagy hasznunk van a mai napig is tulajdonképpen ebből az időszakból. És hát itt azért volt egy olyan, hogy Andorra Magyarország 1-0, és akkor itt még érdekes módon, ott már nagyon kilógott a lóláb, hogy már nagyon mennie kellene a Stoknak, de még 4 mérkőzés kapott, aztán ott sem alakított igazán nagyot a magyar válogatott, és akkor úgy szép csendesen úgy, hogy is mondjam, kivezették a piacról. De az eredménysora az úgy néz ki egyébként, hogy 25 mérkőzésen 8 győzelem, 7 döntetlen, 10 vereség. Látszik, hogy elég komoly a döntetlenek száma, tehát elég komoly jelentősége volt a védekezésnek, és 41,33%-os teljesítmény. Na most elvileg őt Koeman megverte, de hát Koeman nem szerepelt például EB-n a válogatottal, és akkor majd ezt a témát még ki fogjuk bontani. Tehát itt volt aztán ez az Andorra Magyarország 1-0, utána még volt egy kis, hogy is mondjam, vergődés, és akkor következett Szélesi Zoltán beugrása 2 mérkőzés erejéig. Itt ugye ez a már említett Magyarország-Kosztarika 1-0 és Luxemburg-Magyarország 2-1. Igazából köszönjük neki, hogy abban a kínos pillanatban ő megint csak ott, vagy hát megint csak, tehát ő ott volt és vállalta ezt a hálátlan szerepet, amit azon a 2 meccsen ott kellett neki vinnie. Bocsáss meg, a Benestorkhoz szeretnék még valamit mondani. Igen. Egyetlen egy dolgot, hogy ő vele kapcsolatban az volt az én meglátásom szerint a hiba, ami a Paliban a jó. Tehát a Ben Stork nem volt magyar, nem tudott magyarul gondolkodni, nem tudta a német labdarúgásnak a gondolkodásmódját a magyarba áttransformálni, amit a Dárdai meg tudott csinálni. Uh-huh. Ez szerintem az ő sikertelenségének ez volt az oka, hogy ahogy a kezdeti rendőlete, hogy mondtad is, hogy vitte, és utána akkor megpróbálta már teljesen a német szemléletet bevonultatni ide a magyar válogatotthoz, az már nem ment neki. Mert a mondom, hát még akkor egyszer, csúszott a dolog. Már nem tudott magyarként gondolkodni, nem tudott gondolatokat átadni, és ezért volt ő sikertelen, kicsit szerintem a játékosoknak, a játékosok előtt is veszített a hitelét, bocsánat, hogy közbe vágtam. Igen, mert azért ne felejtsük el, hogy az a bizonyos Andorra elleni mérkőzés kint, ott azért sorra mondták le a válogatott játékosai, hogy ilyen-olyan, amolyan sérülésre hivatkozva igen. A szereplés. Tehát azért így... Azért úgy voltak érdekes dolgok. Jó, Szélesi Zoltán, akkor megnéztük, és akkor hát utána következett a valaha volt legidiótább magyar szövetségi kapitány, Zsorzs Léken személyében, aki szerencsére mindössze 4 mérkőzésen szerepelt a magyar válogatott szövetségi kapitányaként. Győzelmet azt nem tudott aratni, 1 döntetlenre futott a mindössze 3 vereség mellett, 8,33%-át szerezte meg a megszerezhető pontoknak, tehát ez 0.0 volt, sőt, attól is 0 volt, ez mínusz volt, tehát ez olyan ártalmas féreg még egy Magyarországon nem járt, szövetségi kapitányként pedig biztosan nem, mint ez a szerencsétlen, nem is tudom minek nevezzem, mert és hát itt most mondjam azt, hogy igazából pozitívumként tudom értékelni azt, amikor elérte egy döntetlent Fehér Oroszországban. Egy 1-1-es döntetlen. De azon kívül Magyarország-Kazaksztán 2-3, Magyarország-Skócia 0-1, Magyarország-Ausztrália 1-2, tehát ez gyakorlatilag úgy nézett ki, hogy aki itt járt Magyarországon, és kiállt ellene a magyar válogatott, pedig lehet, hogy azok vízilabdázók voltak, az így mindenki elverte Magyarországot, mert volt egy olyan szövetségi kapitány, aki idejött havajozni Budapestre, nagyon élvezte az itteni high life-ot, de azon kívül se dolgozni, se mást nem volt hajlandó. Nem tudom, hogy képzelte az öreg srác, hogy mi történt vele, meg hát ő próbált azzal is jönni, hogy hát ugye... Hát ő azt mondta, hogy a belga utánpótlást, igen, ő rakta össze a belga... A belga negy generációhoz neki abszolút közel, hát nem volt közel neki, hanem hazudott szegényként, de még szerencs, egyébként lehet, hogy szerencs, hogy pont egy ilyen őskretén volt,
itt, mert nagyon gyorsan elkezdett gondolkodni az MLS, mert neki is nagyon kínos volt, hogy... Hát aki idehozta, és azért nem lett senki felelősségre vonva, hogy annak a Magyarországnak a pici meglévő kis presztízsét is így megtaposták. Egy ilyen, én nem is tudom, tehát olyan voltunk, mint egy labdarúgóban olyan a köztársaság. Olyan volt, mint ha valaki egyébként bosszúban nevezte volna ki ezt az ügyét, hogy még üssön rajtunk még azért. A belga, igen. Nem? Nektek ez nagyon... Igen. Ezek a belgák, ezek ilyen tök jó fejek. Jó, nem? És akkor következett Marco Rossi, 2018-tól napjainkig 53 mérkőzés, 26 győzelem, 11 döntetlen, 16 vereség. Ez 55,97%-a a megszerezhető pontoknak ezek a mérkőzés eredmények ezt hozták. És azért ugye el kell mondani, hogy ő már ugye Nemzetek Ligája és EB, és ugye tudni kell, hogy az ő regnálása alatt vezették be ugye a Nemzetek Ligáját, ami azt eredményezi egyébként manapság, hogy sokkal kevesebb a barátságos mérkőzés, hogy a Nemzetek Ligája hivatott szolgálni azt is, hogy ne barátságos mérkőzéseket játszanak a csapatok, hanem nem legyen tétje egy is. Más rendszerű, tétre menő, de más típusú versengésben vegyenek részt, és ezzel együtt ugye úgy néz ki a dolog, hogy az alább felsorolt, az előbb felsoroltaknak, kivéve persze a megbízott szövetségi kapitányokat, az átlag teljesítménye az 48,94% volt a pontokat tekintve. Tehát ez egy ilyen majdnem 50%. Nagyon érdekes, mert ezt tulajdonképpen csak 3 darab szövetségi kapitány tudta fölül vagy túlszárnyalni, Egervári Sándor, Dárdai Pál és Marco Rossi. Na most én azt mondom, hogy magasan a Marco Rossi teljesítménye a legjobb az előbb említett okoknál fogva, hiszen ha belegondolunk, tulajdonképpen Egervári Sándor idején milyen nemzetközi versenysorozatban vettünk részt, tehát nem selejtezőre gondolok, hanem nemzetközi versenysorozat, semmiben. Mindig elbuktunk ugye a selejtezőknél, most pedig azért egy teljesen más helyzet állt elő, és azért itt volt, én Marco Rossinak is felírtam egy ilyen negatívumot, ez a Szlovákia-Magyarország 2-0, de az már lehet, hogy csak a, vagyis mondjam, az én... Hát igen, nem vagyunk húra optimisták, azokat tehát, is el kell mondani, ami nekünk nem tetszik, mert van olyan, ami az ő munkájában sem igen, tetszik. Igen, de hát aztán ott nézzük, Németország-Magyarország 2-2 EB csoportmeccs, akkor Anglia-Magyarország 1-1 VB selejtező, Anglia-Magyarország 0-4 Nemzetek Ligája, Németország-Magyarország 0-1 Nemzetek Ligája, meg hát az EB szereplés. Hát itt a Nemzetek Ligájában nagyon csúnyán rászaladtak a óriás Bránerre, itt a nagyképű nyugati kollégák, az öröm volt nézni, és ő egyben bebizonyosodott, hogy a magyar válogatott képes csúcs teljesítményekre. Nyilván ezt a szintet mindig nem tudja nyújtani, ez nem is kérdéses. Ugyanakkor ez a Nemzetek Ligája arra volt nagy tapasztalat, hogy a nagy csapatok ellen képesek vagyunk a stabil védekezésből gyors ellentámadásokkal elérni eredményeket, és most éppen azt tanuljuk, hogy az ellenkező eset, hogy mi van akkor, amikor mi vagyunk a favoritok, és nekünk kell dominálni a mérkőzést, és úgy kell elérni a győzelmet. Ez utóbbit még tanuljuk, de hogyha nem talántán mind a kettő receptúra rendelkezésünkre áll, akkor egészen más lesz a helyzet. Igen, tehát én, hogyha egy szóval lehetne a Rossit jellemezni, akkor a hitelesség. Nekem ez jut eszembe róla, ugyanúgy, mint a Dárdai Paliról, csak más-más korszakában a magyar labdarúgásnak, de a Pali ugyanilyen hiteles. Valószínű egyébként, hogy a Rossinak is körülbelül ugyanolyan nehéz dolga volt a Lékenz után úgymond szétvert, széthullott, morálisan teljesen csőd válogatottból egy ütőképes valamit létrehozni, és azért az látszik, hogy az MLS vezetősége is azért most már ötödik éve szövetségi kapitány folyamatosan jól teljesít, és egyszerűen számomra érthetetlen,
az a kritika, amit kap. Mert hogyha a magyar válogatott az elmúlt 30 évben állandóan világbajnoki résztvevő lett volna, és, hát ha csak ezt az eredményt érjük el, amit eddig most mert úgy beszélnek róla bizonyos körökben, mint hogyha ő csak rontott volna ezen a magyar labdarúgáson, holott azért most végignéztük alaposan a magyar labdarúgás elmúlt 20 évét, azért aki emelt rajta, az szerintem pont a Marco Rossi. És ha már egyszer kritizáljuk, akkor szakmailag indokoljuk már meg, hogy miért. Tehát pontosan azok kritizálják a legjobban, akik a lehető legtöbbet tettek azért, hogy ne jussunk el idáig. Így van, és hát azért látni kell, hogy mondjuk azért egy Baróti Lajosnak, vagy kit mondjak. Még talán a Mezeit is ide tudjuk hozni. Szóval, hogy vannak ilyen, vagy akár jobb teljesítményei. Vagy egy Csebes Gusztávnak. Vagy főleg egy Csebes Gusztávnak. Na de azért hozzátartozik a dolog, hogy mi pont arról beszélünk, hogy talán a Mezei doktor a 86-tól mind a 2015-ig talán, ugye a Dárdai megjelenéséig, igazából azok a számok, meg azok a történések voltak jellemzők, amiket ezek a 36-40-45%-os teljesítmények jelentették folyamatosan. Ami azt jelentette, hogy a labdarúgásunk folyamatosan lefelé tart, azóta viszont azért ez a trend megváltozott, és tényleg azt mondom, hogy most így nagyon őszintén azért, hogyha megnézzük egy bajnokságban, hogy hány százalékos teljesítmény kell ahhoz, hogy ne essél ki. Nem kellene ilyen teljesítmények. Csak hogy azért azt vegyük figyelembe, hogy a válogatott mérkőzései azok leginkább ilyen kis csoportkörös mérkőzések, mint a selejtezők például, vagy egyenes kieséses, mint mondjuk egy pótselejtező, vagy mondjuk egy EB-n az egyenes kieséses szakasz. Tehát teljesen más kávéház ebből a szempontból is, így versenyrendszert tekintve. Másrészt pedig látni kell, hogy azért, ahogy évről évre követem, így a Marco Rossinak nincs meg az a lehetősége, ami például a Ben Stornnak megvolt, hogy ő nagyon-nagyon sok időre össze tudta rántani a magyar válogatottat az EB előtt. Ezek az összetartások. Igen, igen. Most nincs olyan sok, ellenben mégis úgy látom, hogy épül a játék. Nyilván ennek van egy olyan oka is, hogy a hazai csapatoktól könnyű elkérni a játékosokat úgy, hogyha gyorsan lezárjuk a hazai bajnokságot, mert így megzavarjuk mondjuk a tavaszt, és akkor egyszer csak gyorsan vége van. Most azért szerencsére van egy olyan helyzet, hogy a német bajnokságot kell megvárni, hogy vége legyen, meg a nem tudom, a svájcit, meg a stb. Amerikait. Amerikait, tehát hogy ez most már nem olyan egyszerű helyzet, de amit akarok mondani ezzel, hogy én igencsak sajnálnám, hogyha Marco Rossi távozna, és pillanatnyilag nincs arról elképzelésem, hogy tehát személy szerint, hogy kit gondolnék én jó választásnak helyére, de az biztos, hogy azokat a tulajdonságokat, és szerintem ezek ilyen, vannak ilyen profilozók, ugye? Ezek nem csak bűnügyi munkát jelentenek, igen. Vannak ilyen profilozók, akik szerintem, hogyha megnéznék Dárdai Pál és Marco Rossinak a személyiségi jegyeit, nyilván van egy másik része is ennek a szakmai, a futball szakmai része, de a profilózók, hogyha megnéznék ezeket ennek a két szövetségi kapitánynak a személyiségjegyeit, akkor valami olyat kellene választani, aki hozzájuk nagyon-nagyon hasonló, minél közelebb áll, és szakmailag természetesen legalább annyira megkérdőjelezhetetlen, mint Dárdai és Rossi. Hát így nagyon remélem, hogyha esetleg ne adja Isten, mondjuk elviszi valamelyik csapat, mert azért érthető lenne, hogy mondjuk egy szaúd-arábiai bajnokkal nem tudnánk anyagiakban versenyezni, és azért mindenki gondoljon bele, hogy egyszer csak megkeresni egy akármilyen csapat, és a jelenlegi munkájának mondjuk az ötszörösét fizetné, akkor igent mondana, vagy nem. Tehát most akkor sőt, hagyjuk itt ezt, ráadásul hogy... itt nagy valószínűsége nem ilyen ötszörös szorzókról van szó. És azért tehát mindenki gondoljon ebbe bele, Rossi sem fiatal már, tehát igazán nagyot gurítani már nem tud, szerintem. Máshol, tehát ugyanúgy, mint a
mint a labdarúgás más szegmensében azért az idő neki is, az idő sem neki dolgozik. Tehát azt gondolom, hogy nagyon, legalábbis nagyon remélem, hogy az MLS-nél gondolnak erre, hogy az a munka, amit elkezdett, hogy ne kezdjünk, ha most esetleg elvinnék a Rossit, ne egy teljesen más karaktert hozzanak ide, hanem abba gondoljanak bele, hogy Rossi a magyar néplélekbe teljesen bele tudja magát gondolni, ugyanúgy, mint a Dárdai Pali. Tehát ebből a szempontból jó döntés hozott. Nagyon jól tudott alkalmazkodni ahhoz a közeghez, most a szó jó értelmében véve, amit mi magyar labdarúgásnak vagy magyar életstílusnak nevezünk. Tehát a Rossi igazán talán magyarnak mondhatja magát, ugyanúgy, mint annak idején a Jimmy Hogan is bele tudta magát érezni ebbe a szerepbe, ezért lett sikeres, ezért tudta adoptálni az ő gondolkodás módját a magyar labdarúgásba. És hogyha nem ilyen karaktert választunk, hanem most, vagy választanak, hanem idehoznak megint egy német gondolkodásút, egy akármilyen más nemzeti gondolkodásút, az nem lesz sikeres, vagy legalábbis jó időnek el kell telnie ahhoz, hogy megint sikeres legyen. Hanem ha már váltás lesz, akkor ezt az irányvonalat kéne követni, amit a Rosszival elkezdtek. És én nagyon-nagyon remélem, hogy ő marad, mert nem is tudom, a Dacnál volt talán egy edző, a Hibala, akire azt mondanám, hogy talán ez a gondolkodásmód rá is jellemző, de az a baj, hogy nem is nagyon akarom kimondani, hogy a kimondott szónak mindig ereje van, nehogy mi vonzuk be azt, hogy persze, itt ez tényleg csak egy olyan dolog, hogy... Ez csak fantáziálunk, de igen. Tehát kicsit féltjük is a magyar labdarúgást, meg nem is csak a magyar labdarúgást, hanem azokat a frissen indult karaktereket, mint a Szobosztai, a Kerkez és a többiek, akik talán egy kicsit azért a Rosszinak is köszönhetik, hogy megkapták a bizalmat, ennyi válogatott mérkőzésen be tudták bizonyítani, hogy lehet rájuk számítani. Azért most gondoljatok be, egy 22 éves a szöve, a csapatkapitány. Uh-huh. Húzó emberek nincsenek, 25 évesek. Azért ez nagyon nagy lutri, és azért jó lóra tett, látszott is egy kicsit a... Hát igen, az eredmények mellett, ugye pont ez még a nagyon fontos dolog, hogy megtörtént a generációváltás, és láthatóan továbbra is, bár tanulási fázisban van a válogatott, de a magasabb szintű tanulás fázisában, tehát lép előre. Tehát innentől kezdve talán csak azt tudnánk mondani, hogy nagyon-nagyon erősen gondolkodjanak, ne ilyen adhok lépéseket hozzanak, nem is tudom, hogy kire lehetne. Az a baj, hogy a magyar, az MLS-nél nem szakmai döntések születnek, hanem valakinek az agyába kipattan valami, vagy hallgat a sugókra, és akkor így születnek. Tehát szakmai döntés nem nagyon születik. Én biztos vagyok benne, hogy a Rossi sem szakmai döntés eredménye volt, hanem egy óriási mázli, hogy ő lett kinevezve. Hát igen, de azért ő ott megmutatta többször is, hogy azért most csúnya kifejezéssel képes a szarból várat építeni, de akkor egyébként egy ilyen tényleg egy kármentés volt, amit el kellett végezni, és ő erre így tényleg jónak látszott. Na de nézzük meg azt is. Én egyébként nem szoktam a FIFA ranglistát nézni, hanem az élő rétinget szoktam nézni, mert én egyébként valahogy hitelesebbnek tartom. Annak ismerem pontosan a matematikai modelljét, a FIFA ranglistáját meg nem, mert az nem feltétlenül megismerhető. Történetünk elején ugye azzal kezdtük, hogy Gele Imre volt a szövetség kapitány, és Romániától egy 2-0 arányú vereséget szenvedtünk. Akkor voltunk az élő réting szerint az 54-ek a világranglistán. Úgyhogy majd mindjárt mondom egyébként a továbbiakban, hogy nézett ki a további, illetve a mostani. Megpróbálom megkeresni, ami egy ilyen eléggé sarkalatos pont szerintem. Itt ezt a gyalázatos... A holland-magyart? Sajnos igen, azt a hát most nem is tudom, hogy melyik nagy arányút, mert sajnos sok volt belőle. Hát a nyolcast. A nyolcast. Az mikor is volt? 2007 vagy 2008, valahogy így.
Akkor itt eltévedtem valahogy. Így Zsuzsák rúgta az első gólt, és utána kaptunk 8-at, én meg majdnem sírtam otthon. Jó, hát itt most nehéz keresni, mert egy teljesen strukturálatlan felületen nézegetjük mi ezeket a dolgokat. Minden esetre akkor mondom, hogy 2016-ban ott az Európa bajnokság során ott úgy nézhet ki a dolog, hogy 33-ak voltunk, amikor elkezdtük ugye az osztrákok elleni mérkőzéssel, és aztán 38-dik, bocsánat, nem, igen, és a 35. helyen zártunk, tehát azért volt egy szép előrelépés, és akkor közben aztán persze történtek a dolgok, és hát most úgy néz ki a dolog, hogy itt mi most a 24-ek vagyunk, úgy egyébként. Az élő rating szerint. Ezért mondom, hogy ez egy kicsit plasztikusabb, itt azért gyorsabban előrelép az ember, vagy az ember válogatottja, meg vissza is esik attól függően, hogy milyen eredményt ér el, és kivel. Ugye ez egy nagyon fontos meg dolog. Meg hol? Tehát, hogy tétmérkőzés, hogy súlyozva vannak Európa-bajnokság, világbajnokság, igen, selejtező sorozatok. És itt látszik például, hogy most itt az élő rating szerint 1822 ponton rendelkezünk, és az, hogy egyébként itt a Litvánia elleni 2-0-val, azzal egy pontot szereztünk, Litvánia pedig egyetlen egy pontot bukott. Egyébként Litvánia a 147. Tehát érdekes módon itt gyakorlatilag azzal a 20 helyen mindenki beljebb van. Míg egyébként másoknál meg pont fordítva van. Azt ilyen összeesküvés elméleten nem akarok vetemedni, hogy ennek mi lehet az oka, de hagyjuk is. Na, tehát eddig a történetünk, ami még nem történelem, mert hiszen most a 21. századot idéztük föl, ez tulajdonképpen, hát legalábbis a mikorunkban ez még csak történet, még nem történelem, itt már mi ezeket az eseményeket javában megéltük, sok esetben élőben, ott a helyszínen, de most visszamegyünk egy kicsit még messzebb, ugyanis nem tudom, hogy ki emlékszik rá, de aki nem emlékszik, az nézze meg, és akkor a Józsit megbízom azzal, hogy itt, vagy valahol legyen valami kis kártya, ablakocska, hivatkozás, nem tudom, kutyafüle, hogy hívják ezeket, ahol fel tudja lapozni a Futballhistóriák című sorozatunkat, ami egyébként szintén folytatódni fog, de most ennek egy ilyen speciális oldalában nőtt ki, hogy azt nem mondjam, ahol a tradicionális magyar, régi magyar klubok történetét egészen az ős történetétől kezdődően feldolgozzuk. Hát az első 10 résszel a magyar labdarúgás nem országos szintű megalakításáról, a Magyar Szövetség megalakításáról beszéltünk, de most eljutottunk arra addig a pontig, és most lett időnk ezzel igazán foglalkozni munka mellett, hogy a nagy történelmi klubjainknak a történetét dolgozzuk föl, és elég részletesek próbálunk meg lenni, kezdve a BTC-től, MTK, Újpest, Ferencváros, Debrecen, Szombathely, tehát mindazok a történelmi klubok. Diósgyőr. Tehát, bocsánat, akit most kihagytam, most csak, hogy ugye nem csak budapestiekből állt akkor sem a magyar labdarúgás, bár az biztos, hogy a meghatározó klubok, most minden sértés nélkül, a fővárosban alakultak meg. Aztán persze később meghatározó klubok lettek, akár még a határon túl még bajnokok is lettek, a legalábbis a mai vicc határokon túl. Fontos elmondani, hogy itt tényleg visszalépünk az időben. Ezeket körülbelül úgy lőttük be, hogy így a 45-ig, hogyha jól emlékszem. 1945-ig szeretnénk foglalkozni a magyar labdarúgás történetével, mert utána olyan szinten átlett politizálva, hogy azzal nem akarunk foglalkozni. Igen, meg a 45 előtti történésekről azért sokan, nem sok mindent tudunk. Ugye 45 előtt volt az első VB ezüstérmünk, és minthogyha arról a csapatról, vagy arról az ezüstéremről nagyon sokan megfeledkeznének, pedig az
az adott körülmények között, az adott korban, az pont olyan értékű, mint a második VB ezüstérmünk, illetve akkor is voltak kupasikerek, Fradi, Újpest, MTK részéről nemzetközi kupasikerek. Szóval igazából... Részt vettünk a szabályok alakításában, a magyar labdarúgás, pontosabban a Dunamenti iskola meghatározó alakja volt a labdarúgásnak, a labdarúgó stílusoknak. Az biztos, hogy nagyon keveset foglalkozunk ezzel, és aki szereti a labdarúgást, azért tisztába kell lenni azok a dolgokkal, hogy persze nem csak, hogy mindig vissza akarunk emlékezni, hogy mennyire jó volt ez, hanem hogyha nem foglalkozunk a múltunkkal, akkor nem tudunk sikeres jövőt építeni, és azért nem csak az 50-es évekből állt a magyar labdarúgás, nem csak akkor volt aranykorszak, hanem előtte is. Igen, és ez nagyon fontos, nagyon sok olyan dolog van, amit ilyen kész ténynek fogadunk el, hogy hát az a magyar labdarúgásban az így van, hogy van az NB1, az NB2, van mostanában nem annyira divik, de van a vidékbajnoka, meg a bajnok, stb. Nagyon sok olyan adottság van, nagyon sok olyan kifejezés van, amit csak úgy használunk, de valódi jelentésükkel, valódi jelentőségükkel nem igazán vagyunk tisztában, mert nem tudjuk elhelyezni egy történelmi korban, nem tudunk hozzákötni egy történetet. Ezért nagyon sok esetben pontatlanul, hibásan beszélünk dolgokról, és ráadásul hozzátesszük, hogy egyébként ezek a történetek, amiket mi felkutattunk és feldolgoztunk, ezek azért nem ilyen nyögvenyelős történelmi tény felsorolásszerű dolgok lesznek. Ezeket igyekeztünk olyan formába önteni, ami könnyen emészthetővé teszi, ugyanakkor nem rugaszkodik el a tényektől. És nagyon fontos tanulságokkal szolgálnak ezek a történetek, illetve maga a magyar labdarúgásnak az első lépései, ugyanis ha valaki az MLS, mondjuk az MLS megalapításáról szóló részünket megnézi, akkor ott látja, hogy micsoda egység alakult ki. Hogy azért internet, telefon és a többi nélkül egy pár hét alatt létrejött egy szövetség. Mindez azért volt, mert mindenki ugyanazt akarta. Nem mindenki a saját pecsenyét sütögette, hanem egyes vezetők, például a BTC alapítói a saját pénzüket tették bele abba, hogy a magyar labdarúgásnak legyen egy saját otthona, mondjuk a millenáris. Így van. Tehát, hogy azon múlt, hogy ha mondok egy példát, ha millenárison lebontják azt a fa bungalót, amiben a cementet és a téglát tárolták, akkor lehet, hogy ma nincsen, vagy nem ilyen a magyar labdarúgás. Mert abban tudtak költözni, azt vásárolták meg a BTC játékosai, ahol aztán később az MTK-val együtt közösen öltöztek, és az első mérkőzéseket meg tudták vívni. Tehát ilyen nüanszokon múlik, részvénytársaságot hoztak létre napokon belül, hogy meg tudják menteni a millenárist, amit le akartak bontani. Amit azért építettek, hogy a sportoknak legyen egy otthona. A millenárist egyébként egész létezése során a sokkal több ideig szerették volna mindig lebontani, mint amennyireig nem. De valahogy egyszer a kerékpárnak sikerült megmenteni, egyszer a labdarúgásnak sikerült megmenteni, és mindez azért sikerült, mert egy közös gondolkodásnak az eredménye lett. Tehát a mi esetünkben például a BTC és az MTK-nak a közös tehát játékosainak a pénzén múlt az, hogy a magyar labdarúgásnak lett egy otthona. Így van. És hát van még rengeteg ezer meg ezer történet, hogy jönnek össze azok a polgárok, akik az adott helyen, egy adott társadalmi körből szerveződnek, és önmaguk pénzéből, az önmaguk gyönyörűségére, de akár mások szórakoztatására létrehozzák a klubokat, hatalmas a lelkesedés, és a futball gyakorlatilag körülbelül a Covid sebességével terjed szét az országban, most ilyen hülye hasonlatot mondtam, de az, hogy a futball elterjedt az országban, az én egy-két év. Egy-két év, és a kisvárosokban is futballoznak. Most az, hogy milyen labdával és milyen körülmények között, az tök mindegy, rugdalják a valamit. És pillanatok alatt alakultak szövetségek, igen, pillanatok alatt alakultak egyletek, egyesületek, klubok, amik mind ugyanannak egy társadalmi, vagy akár egy
szociológiai közösség, vagy egy szociális közösség, egy munkaközösség, egy baráti közösség közös gondolkodásmódjának lettek az eredményei. Így van. Tehát ugye a magyar labdarúgás indulásáról szólt ugye a Futballhistóriák című sorozatunk, és most ebből kinőtt, vagy emellett indul el a történelmi futballklubok történetével foglalkozó sorozatunk. Ennek értelemszerűen több darabja lesz, itt ezt azért nyilván mindegyik egy-egy történet, és minden klub, minden történelmi klub életén belül olyan rengeteg történet van, hogy valójában ezt egy sorozatban akár csak 45-ig is egyetlen egy klubét sem lehet feldolgozni. Szerencsére olyan gazdag a magyar történelmi klubok története, hogy egyszerűen képtelenség lenne. De azért vannak olyan események, olyan momentumok, amelyek az adott klubot hosszú évekre meghatározták, amik fazont adtak neki, amik aztán a stílusát adták, a játék stílusát akár, de a általános stílusát is adta a klubnak, és ezek mindenképpen például említésre kerülnek, ahogy személyek, azok az emberek, akik áldozatos munkával létrehozták ezeket a klubokat, egyesületeket. Úgyhogy nekünk ez mindenféleképpen érdekes, ez egy különálló sorozat lesz, de ez ugyanúgy a semleges térféren elérhető, egy lejátszási listában lesz elérhető. Természetesen, amikor elkészül egy-egy darab, mindig az aktuális napi adásunkból, amit felveszünk, adásunkban egy-egy részletet bejátszunk belőle, ezzel is gondolva azt, hogy talán felkeltjük az érdeklődést, mert ez benne sok-sok érdekesség. Sok anekdotának néztünk utána. Az a lényeg, hogy egy komoly kutató munkát végeztünk, amit már mások is megcsináltak előttünk. Szerettünk volna a saját képünkre formálni néhány sztorit, de az biztos, hogy légből kapott dolgokat nem fogunk állítani. Mindennek utána néztünk, tehát szeretnénk egy hiteles sorozatot létrehozni, ami a miénk, és tehát egy klubnak nem csak egy részt fogunk szánni, hanem tehát minél idősebb, minél nagyobb egy klub, annál több anekdotát tudunk, vagy annál több sztorit tudunk felvonultatni, és azért lesznek meglepetések. A saját szurkolóik is olyan sztorik derültek ki, itt ahogy utána néztünk az adatbázisokban, könyvekben, leírásokban, hogy azért volt azért meglepetés, és ami a legfontosabb, amit hiányoltunk, amiről csináltunk egy sorozatot, és szerintem azt a sorozatot is fel fogjuk újítani, minden labdarúgó klubnak meg volt fogalmazva a saját labdarúgó stílusa. És ezeket megtaláltuk. Mindegyiknek pontosan, konkrétan leírva, hogy egy MTK mitől MTK, hogy egy Fradi mitől Fradi, hogy egy Szombathely mitől Szombathely, konkrétan le van írva. Igen, és nem azt mondom, hogy ma feltétlenül azonosnak kellene lenni ezzel az identitással, a mai identitásnak, hiszen az idők változnak, fejlődnek így a klubok, van. stb. Ez nyilván máshova helyeződnek a hangsúlyok időnként, meg természetesen történelmi helyzetek másképp alakítják a sorsokat, stb. Hagyd nem mondjuk így a szegény kis lángoktól ölelt országunk történelmét, így ne boncolgassuk, de sok mindent átalakított a történelem is, de az azért biztos, hogy azért az identitásból annak a magnak, annak mindig meg kell maradni. Tehát az azért nem, hogy nem csaphat át az ellentétébe, még ha mindig változik és alakul is. Képzeljétek el például mondjuk most véletlenül pont ez jutott eszembe, az Opelnek a Blitz jele, azért jutott eszembe, mert pont ma változtatták meg a jelét, ugye az egy villám az Opelnek a jele, és az idők során annak hány variációja létezett, és mindig azonos volt, mindig felismertet, hogy az Opel, de mindig valahogy az adott korhoz lett igazítva. Na, az identitás is fejlődik, alakul azért így, és hasonlóan. De az alapjának meg kell. De az alap az megvan. Például az Opelnél még akkor is, hogyha történetesen most az a Stellantisnak a tagja, és semmi köze ahhoz, hogy neki német tulajdona legyen, vagy GM tulajdona legyen, de ne menjünk el ilyen messzire. A lényeg, hogy jövünk ezzel a sorozattal is, és mindig, amikor egy új rész van, akkor az aktuális adásunkban, ami egyébként
éppen következik, ott mindig lesz egy kis bejátszó belőle, tehát itt is felhívjuk a figyelmeteket, és természetesen, aki fel van iratkozva, kap értesítést, tehát sokkal egyszerűbb dolga van. Ergo, én arra biztatok mindenkit, hogy iratkozzon föl, meg lájkoljon, meg nem tudom, miket szoktak ilyenkor mondani, tehát pittyile putyon áll. A profik azoknak begyakorolt szövegük van rá, nekünk nem is mindig el is szoktam felejteni, de lehet, hogy ezek már túl boomerek vagyunk, de az a lényeg, hogy szeretnénk, hogy kövessetek bennünket. Így van, meg valami, nyilván ki fogunk találni valami intelligens szöveget a tarhálásra. Mert ez is divat. Mert ez is divat, de... Már egyszer csinálni fogunk egy, az is divat, egy stúdiótúrt, hogy tulajdonképpen mi mindenünk van itt a stúdióban. Nagyon szívesen megmutatnánk, csak aztán lehet, hogy rongyrázásnak fogják gondolni, de ezt fönn kell tudni tartani. Kell csinálni hozzá. De ezt fönn kell tudni tartani, és lehet, hogy ebben fogjuk kérni a segítségeteket. Így van, azért egy ilyen stúdió fenntartása pénzbe kerül. Most, de nem. De hagyjuk nem, is ezt, hagyjuk ezt a témát. Ez, én azt gondolom, hogy ez tényleg egy külön videónak a tárgya lehet, de ne roncsuk el ezt a jó kis műsort ilyen mindenféle pénz dolgokkal. Zárjuk azzal, hogy mindenképpen, és most mindennél fontosabb talán a válogatott szinten az, hogy Rossi kapitány maradjon, mert még az a bizonytalanság sem jó, hogy esetleg megy. Jó lenne, hogyha minél hamarabb tisztázódna, és a részéről kimondásra kerülne, hogy akkor marad. Én nem vagyok benne biztos, hogy az MLS-nek nincs annyi anyagi tehetség, hogy ne tudna egy kicsit odahatni ennek érdekében. És egyébként én azt mondom, hogy bár nem tudom, hogy Marco Rossit mennyit keres, de nem is érdekel, mert ez nem az én dolgom. De biztos, tőlem kereshetne a tripláját is. Igen, biztos meg lehetne fejelni ezt az összeget, és én azt mondom, hogy meg is érdemli. Ahogy most végigmentünk az elmúlt 20 éven, látszik, hogy azért ki és mit tett le az asztalra, és szerintem abból egyértelműen kiderül, hogy a Rossi bizony a legjobb, de mindenképpen a legjobbak között van, de én azt mondom, hogy a legjobb. Igazából Dárdai Pállal tudnám összevetni. Hitelesség. A Dárdai Pali meg 7 mérkőzésen vezette a magyar válogatottat, és igazából ő nem tudott egy teljes időszakot végigvinni, tehát ő vele nem lehet igazán összehasonlítani, hogy én azt mondom, hogy a legjobb a Marco Rossi, és nincs ok arra, legalábbis a részünkről, hogy változtassunk. Úgyhogy, hát és a legközelebbi válogatott mérkőzés, az fájdalmasan messze lesz még. Úgyhogy... Majd átigazolásokkal próbálunk foglalkozni. Igen. Hát egyrészt, másrészt meg jövünk még azzal is, hogy a nemzetközi kupa először is a sorsolásnak az értékelését, azt a következő adásban meg fogjuk ejteni mindenféleképpen. Sok helyen láttam már, hogy értékelték ezeket a sorsolásnak az eredményeit, és legalább 3 olyan dolog van, amit szerintem nagyjából mindenki és összességében kihagyott, pedig nem elhanyagolható szempontok. Remélem, hogy amíg a következő videót megcsináljuk, addig nem jut eszébe másnak is. Tehát, hogy azért vannak olyan szempontok, amelyeket érdemes felvetni, és azon kívül pedig átigazolások, illetve azért mindig vannak olyan események a futballberkein belül, még akkor is, hogyha most éppen a bajnokságok jegeltek így a nyáron, ez egy kis képzavar, de mindegy. A lényeg, hogy a következő adásban is találkozunk. Én már most nagyon várom azt, mert igazából már most belekezdenék abba, hogy megtarjunk ezeket az elfelejtett tényezőket, amiket a majdnem elkezdtem mondani. A nemzetközi kupák sorsolása kapcsán mindenki elfelejtett, de addig is, amíg ez kiderül, hogy végül is mire gondoltunk, hajrá szurkolók! Hajrá magyar foci! Sziasztok!